Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de úgy is lesz, ahogy lesz. Lesz, ahogy lesz. Sziasztok! Egy kis délvidéki túrára, egy kis délvidéki nézelődésre szeretnénk titeket most elvinni. Két videó érkezik, ebből itt is van az első. Megmutatjuk nektek Moholt, Adát és Zentát. Így igaz, én Moholról származom, közel 20 évig ott is éltem, és biztos tudjátok, hogy délvidéken a magyar és a szerb népcsoport együtt él. Megmutatjuk egy kicsit, hogy milyenek ott a városok, hogy mit tanultunk el egymástól, és mivel nem sokára átérünk a határon, egy zenének kell mennie, akármennyire is én magyar vagyok és a magyar zenét szeretem, de akkor is, amikor határt átlépek, ez a zene szól. Kezdés! Szegedtől körülbelül 70 kilométerre van Mohol, az körülbelül 1 óra 15 perc autóval, de jól vigyázz, mert a rendőrök előszeretettel büntetnek külföldi rendszámtáblás autót. Szóval csak óvatosan. Na, itt is vagyunk végre Moholon, az aprócska délvidéki körútunk első helyszínén. A videóban többé-kevésbé azért a bemutatás mellett arra is törekszem, hogy olyan kérdésekre próbáljak meg válaszolni, hogy miszerint miért jó hazatérni, vagy miért fontos ápolni a gyökereinket. Én 20 éves koromig itt éltem, a gyerekkoromat, a tinikoromat, és nagyon-nagyon vártam már az új életemet, hogy Magyarországra átköltözzek, ott folytassam. Nem gondoltam volna, hogy ennyire hiányozni fog ez a hely, és azt hittem, hogy azt az életszakaszt le kell zárni, és félre kell tenni. Viszont egy ekkora életszakaszt nem lehet, és képzeljétek el, nem is kell lezárni. Talán épp ezért is fontos visszatérni, mert akkor derül ki igazán, hogy mi miért volt jó, mi miért volt rossz, és tanulsz önmagadról is valamit. Szóval nézzük is meg Moholt, és megpróbálok válaszolni ezekre a kérdésekre. Én meg addig nyaralok egy kicsit. Mondjuk az sem utolsó. Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de úgy is lesz, ahogy lesz. Lesz, ahogy lesz, szilva kék szemed, ne csúd le, tengerében fürösz meg, de úgy is lesz, ahogy lesz. 2011-es népszámlálás szerint 6000 fő lakja, ami sajnos mára-már nagy eséllyel majdnem megfeleződött, annyian elköltöztek. Egyszerre falusias és városi jellegű település, szóval itt ne lepődj meg semmin. Na, én szóltam. A központi részét azért szépen helyre pofozták időközben, van egy jó kis étterem, virágok, templom, úgyhogy itt is fogunk kezdeni. Lopni semmit a mindenből, adni mindent a semmiből, vinni a jót, hinni a szót, amíg lehet. Na, itt is vagyunk. Az egyik dolog, amit meg tudtok nézni, hogy eljöttök ide Moholra, vagy egy délvidéki kis körútra, az a Moholon megtalálható Szent István szobor. Képzeljétek el, ez délvidék legnagyobb köztéren álló Szent István szobra. Mutatom is, tényleg jó nagy, közel, majdnem egész alakos. És ezt a római katolikus templom kertjében találjátok, ami szintú gyönyörű szép, meg is fogjuk nézni majd kicsit közelebbről, még 1805-ben alapították, viszont a mai formáját az többször átépítés után nyerte. Már rég nem keresek a házszámok erőt, cipőmről letörlik lassacskán az élet, miközben arcom nyomot hagy az idő. Na, itt is vagyunk a bejáratnál, rögtön megmutatjuk nektek belülről a templomot, gyönyörű úgyis. És ténylegesen a harmadik átépítés után nyerte el a végleges, ezt az 55x15 méteres formáját. Szerintem nagyon szép ez a templom, bár egy kicsit furcsa ez a zöld szín, de egyébként feldobja. És képzeljétek, hogy a templom orgonáját Pécsen az Anster cégnél készítették. Igen, itt körbe vannak fák, meg bokrok, úgyhogy tényleg egy kicsit úgy eltűnik a templom, de amikor hirtelen meglátod, akkor meg így hirtelen a szemedbe van, de tényleg nézzük meg bentről. Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de úgy is lesz, ahogy lesz. Lesz, ahogy lesz, szilva kék szemed, ne csúd le. Ez a templom méltán Mohol egyik legnagyobb büszkesége. Belsejének a festése még a 19. század elejéről való, és a Szent György lovagot ábrázoló oltár képe egy bécsi műhelyben készült. Biztos van bennem egy kis elfogultság, de ez azért gyönyörű. Ha kinézegettétek magatokat, még azért el lehet tölteni egy kis időt a hangulatosra kialakított templomkertben, ahol maga a nyugalom vár. Lopni semmit a mindenből, adni mindenből.
lehet a semmiből vinni a jót, hinni a szót, amíg lehet. Próbálom elkapni a gyíkot. Nézzétek, ennyit még nem láttam Békés Csabán sem, mint itt délvidéken. Na hátad mögött ott fut. Itt van. Ha? Na, szóval a két legnagyobb látványosságot elég gyorsan kipipáltuk, és akkor miért is maradjunk még mindig Moholon? Van egy Tiszapart. Az szép! Néha még elesett, tegnapokba lépek, már rég nem keresek házszámok erőt. Cipőmről letörlik lassacskán az élet, miközben arcom nyomot hagy az idő. Ez a Moholi Ovi, és hogy miért mutatom meg nektek, csak egy kis plusz extra info, most Nóri talán nem is hall minket. Életem első közeledése lányhoz itt történt meg, bár akkor volt egy ilyen nagy beton, nem is tudom, szarkofág, és ott hát mi nagyon-nagyon jól el voltunk, úgyhogy úgy szólt ránk az óvónéni, mert elég illetlenül viselkedtünk, jóformán szinte már ruha nélkül, úgyhogy minden itt... Na, hát ez a Moholi Ovi. Az óvoda előtt találjátok a szerb pravoszláv templomot. Délvidék ugye több nemzetiségű, több mint 25 különböző etnikai csoport él itt, és 6 hivatalos nyelve is van. Ennek az autonóm tartománynak bárhogy mennyire autonóm, azt azért most vitathatjuk, de ezt hagyjuk meg inkább szakemberekre, na meg az ott élőkre. A Tiszaparton találjátok a madárparkot, amivel igyekeznek védeni a természeti értékeket, na meg itt találjátok a sportpályákat, játszóteret, úgyhogy itt mehet a szabadtéri program minden mennyiségben. Időközben képzeljétek el, eszembe jutott, hogy talán még egy kérdés lehet bennetek, ugyanis Nóri már megkérdezett ezelőtt valamit, amire kíváncsi volt. Mi volt az? Igen, persze, már feltettem a kérdést, hogy most Vajdaság vagy Délvidék? Igen, sokan nem tudják, hogy most akkor Vajdaságnak vagy Délvidéknek hívják ezt a területet. Most képzeljétek el, a Vajdaság ugye a szerb Vojvodina szóból ered. És ezt legelőször az 1848-as, 49-es szabadságharc idején kezdték el használni, azért, mert a Habsburgok itt létre akartak hozni egy ilyen szerb vajdaság, független államot. Viszont az itt élő magyarság egy jelentős része mostanában egyre inkább szereti a Délvidék szót használni. Na most... Történelmileg, politikailag az eredeti Délvidék, a történelmi Délvidék egy sokkal nagyobb földrajzi területet foglalt magában, abban még benne volt Horvátország is, viszont mégis régebbi, mint a Vajdaság vagy a Vojvodina, szóval inkább pontosabb a Délvidéket használni erre a területre, mint a Vajdaságot, Vojvodinát. Szeretem azt hinni, hogy ennek a helynek van valamiféle jó energiája. Még a világ egyik leghíresebb magyarja, Moholi Nagy László is itt töltötte a gyermekkorát. Eredetileg Weisz Lászlóként született, de annyira megszerette ezt a helyet és az őt felnevelő nagybátyját, hogy felvette az ő és ugye Mohol nevét. Mint húzott házak a laksorát, elterülni fülén, amíg lehet. Nyári esték, tenyerén feküdjünk ketten, te meg én. Most pedig a törpe lakot látjátok, ami már rengeteg generációnak okozott jobbnál jobb pillanatokat, nyáron várfoglalós, télen pedig hógolyós csatákat. De hogy autentikus moholiak legyetek, egy valamit még tudnotok kell. Át is akarok nektek adni egy igazi autentikus moholi élményt, egy olyan sztorit, egy olyan anekdotát, amit azért itt a legtöbben ismernek. Réges-régen élt itt egy bádogos, Duty nevezeti úriember, aki a fejébe vette, hogy ő csinál egy repülőgépet, mert repülni szeretett volna. Egy jó nagy bádogot készített, ez volt ugye a repülőgép teste, csinált neki szárnyakat is, a bádog közepébe pedig betett egy varógépet, hogy majd az fogja megpörgetni a propellert. És kitalálta, hogy a szalmabálák tetején fog megindulni, a fia majd meglöki, és onnantól megy maga a gép. Na hát össze is gyűlt ugye Mohol apraja nagyja, hogy nézzék, ahogy Duty majd megindul a repülőgéppel, a fiú meg is lökte, és persze a repülőgép úgy, hogy volt, bum! Lezuhant azonnal, méghozzá egy WC-re, és azóta mindenki csak úgy emlegeti, Duty, aki a klozetba zúgy. Na hát, most már moholiak vagytok, na pá! Cipőmről letörli lassacskán az élet, miközben
Mohollal végeztünk is, nem túl nagy, úgyhogy most átruccanunk Adára, megmutatjuk nektek azt a helyet is. És még azt akartam elmondani nektek, hogy az egész moholi, adai, délvidéki légkör nekem mindig olyan nyugalmas, olyan barátságos, kicsit olyan lassú, mintha visszautaznánk az időbe. Persze ez köszönhető azért annak is, hogy a délszláv háború megtette a magáit, egy picit visszavetette az országot gazdaságilag is, de akkor is nekem mindig olyan nyugalmas, barátságos ez a hely, olyan családias és egy picit lassabb, mint az a gyors, pörgős város. Én is nagyon szeretek itt lenni egyébként, mindig kipihenem magam. Tehát egy nagyon jó nyaralásra is. Igen, szerintem egy nagyon jó kis övezet. Na de most azért megmutatjuk Adát, és képzeljétek el, Mohol és Ada között már csak pár száz méter van, tehát annyira összeépítkeztek, hogy szinte már egy a két város, de egy valamit jegyezzetek meg, egy büszke moholi mindig moholi marad, egy büszke adai pedig mindig adai. Ezt jót is tudjátok. Most, hogy Moholt lezártuk, tényleg irány Ada, de az már a következő videóban. Megnézzük, ott milyen a belváros, milyen az eurókrémes lángos, hogy mi egyáltalán az eurókrém, arra is fény derül, úszunk egyet az Adicán, és tovább ismerkedünk délvidékkel. Addig is jók legyetek! Úgy is lesz, ahogy lesz.